Sziasztok! Na hát hatalmas a lelkesedés, mert mi éppen moziba tartunk, és arra gondoltunk, hogy útközben összeszedjük az általunk tapasztaltak alapján azokat a tippeket, amikre érdemes odafigyelni akkor, hogyha kisgyermekkel indulnátok ti is moziba. Mert hogy mi egy valódi mozirajongó család vagyunk, és személy szerint azt mondom, hogy nagyon sok olyan film van, amit tényleg moziba érdemes megnézni először. Bár mostanában viszonylag kevesebbet tudunk eljutni moziba, hiszen gyerkőceink vannak, ezért ők lekötnek minket, úgyhogy havi két-három alkalommal. Igen. Bár most már a Bennyvel eljutottunk oda, hogy együtt is mehetünk moziba. És így a legjobb. És ezt tesszük most is. Így van. És a Cinema City úgy döntött, hogy segít nekünk létrehozni ezt a videót, úgyhogy most az ő segítségükkel adunk nektek tippeket a gyerekkel való mozizáshoz. Figyeljetek! Az első és legfontosabb kérdés, hogy hány éves kortól vigyük el a gyerkőcöt moziba? Na, hány éves kortól? 4 éves, vagy 5 éves kor, vagy 6 éves kor, vagy 12 kor. És akkor te hogy mehetsz, hogyha te még csak 4,5 éves vagy? Anyáikkal. Tehát valójában ezt mindenki nyilván tudja a gyerekéről, hogy mennyit tud egy helyben nyugodtan ülni, mennyit bír ki. Egy akár egy moziterembe. Mi azt gondoljuk, hogy nagyjából ilyen 3 éves kor alatt nem érdemes elindulni a gyerekekkel. Mi nagyon-nagyon türelmetlenek voltunk, úgyhogy szerintünk ilyen 2 környékén lehetett a Benny, amikor ő már egész korán otthon legalábbis végig tudta ülni a meséket, lekötötte egy-két aranyos kedves történet, úgyhogy azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk, de hát nem volt az első túl sikeres. Bár az első mozis kísérlet bukásának az is az oka volt, hogy rossz volt a filmválasztás. Igen, így van, nem a legmegfelelőbb filmet választottuk, úgyhogy igazából ez a második tippünk is lenne egyben nektek. Hogy hogyan választhatok filmet? A kis herceg volt az első. Vagy lehet, nem. Hogy nem. Igen, ennek a történetnek azért nyilván egy kicsit mélyebb mondani valója van, és hát nem az a típusú mese volt, ami egy 2-3-4 éves gyerkőcöt feltétlenül lekötne, úgyhogy szerintem arra figyeljetek oda, hogy ez mindenképpen a korának megfelelő legyen, nyilván valami kevésbé komoly és nagyobb lélegzetvételű mondani valója legyen a mesének, szóljon arról, hogy színes, hogy zenés, hogy érdekes, és tényleg a legkisebbeknek is felkelti a figyelmét és érdeklődését, és akár végig is tudják ülni a meséket. A nagyobbaknak, mint a Benny egyébként, ami már nagyon érdekes, és egyébként ő szívesen is nézi, a különböző kis ismeretterjesztő történeteket, amit akár 2D, akár 3 dimenzióban is meg tudnak nézni. Egyébként 2-3D, Csabi. Igen, a 3 dimenzióval azért egy picit óvatosan, mi a Bennyvel abba a hibába, nem is hibába, abba a helyzetbe estünk bele. Nagyon rossz volt az, amikor a emoji filmet néztük meg, mert 3D-s volt. Igen, a szemüveg zavarta Bennyt, úgyhogy nem biztos, hogy minden gyerek elviseli magán a 3D-s szemüveget, 3-4 éves korában, később nyilván igen, de én azt gondolom, hogy elsőre inkább mindenki igen. Hagyományos szemüveg nélkül, kisebben kell. Megpróbálja meg. De már mi, nagyobb lesz a sikerélmény. De már szeretem a 3D-t. De már megszerette a 3D-t. Most már szereti, és 5 éves lesz lassan. Na, nálunk, ami még borzasztóan bevált, és nagyon szeretjük, ez a harmadik tippünk, hogy nézzetek trélereket, sok trélert. Mi az a tréler? Mi a Bennyvel nagyon-nagyon szeretünk trélereket nézni. Előzeteseket nézni, és abból azért szülőként lehet szűrni, mi az a mese, mi az a kis film, ami tetszett a gyereknek, hiszen apa, újra nézzük meg, és nyilván ő is azt nézi, ami tetszik neki. És más is így elindulni nyilván, amikor már tudja, hogy mit fogunk megnézni, hogy már a mozivásznon azok a karakterek, igen, a történet alapja az már ismerős neki, és már várja, hogy láthassa, hogy mi fog történni. Mi fog történni az adott filmben. Úgyhogy ez egy jó felkészülés is igazából a mozira. Neked mi is szeretjük a trélereket, lássuk be. Így van. És hát a moziban a mozizás után a második legjobb dolog a popcorn. Vagyis, hogy a gyerkőcnek mit adjunk, hogyha moziba visszük.
Vagy inkább mit ne adjunk, Csabi? Szerintem kezdjük azzal, az a legfontosabb, hogy mit ne adjunk, mert hát mi beleestünk. Mindent adnék. Igen, de hát bele is estünk abba a, abba a problémába, hogy mindent adtunk a Beninek, és hát... Egy kis gumicukor, egy kis csoki. Igen, minden, ami szemszájnak ingere a büfében megkívánt a gyerek, és hát a túlzott cukor az nem feltétlenül eredményez nyugodt gyereket a film alatt, úgyhogy mi rájöttünk, hogy inkább a popcorn és a sós dolgok azok, amiket érdemes megvásárolni a gyereknek a büfében, és azt rákcsálni a film alatt, mert hát attól nem fog becukrozódni. Mert különben túl pörki az aranyhaj és a nagy gubancot. Aranyhaj meg a nagy gubanc? A nagy gubanc. Ki az a gubanc? Hát a gubanc. Na és a popcorn mellé akkor mit igyon a gyerek, Ági? Hát lehetőleg vizet. Szerintem vizet, én szívem szerint csak vizet adnék neki, de miután egyébként én hatalmas zöldtea rajongó vagyok, a Beni is előszeretettel kortyolgat az én üdítőmből, de igazából itt nem is a min van a hangsúly főként, én azt gondolom, hanem a mennyin, a mennyiségen, mert hogy hát mi ezt is megjártuk egyszer, és én nem voltam elég figyelmes, és tulajdonképpen mire elkezdődött a film, Beni az egész üdítőjét megitta, és gyakorlatilag... Nagy pohár, sok pisi. Igen. Ez így van. Gyakorlatilag többet, több időt töltöttünk ez alatt a film alatt a mosdóban, mint magát a filmet nézve, úgyhogy hát szerintem óvatosan kisebb mennyiséget kapjon a gyerek, és egy kicsit korlátozzuk is így menet közben, hogy mennyit iszik belőle. Figyeljünk oda rá, mert a végén ti is több időt fogtok tölteni a mosdóban, mint a filmen. Hát a kiszáradás határát fenn lehet azért tartani. Nem úgy értettem, csak hogy óvatosan. Na és ha már mozgásról és mozgulódásról beszéltünk az imént, akkor hát elég nehéz elvárni egy ilyen kisgyerektől, nem? Hogy akár egy másfél-két órás filmet nyugodtan végigüljön, úgyhogy... Leszíjazás nélkül. Leszíjazás nélkül, és a moziban nem szoktuk leszíjazni, egyébként sem a gyereket, de... Hát szerintem elég kellemetlen és kényelmetlen, főleg azoknak az embereknek, akik körülöttünk ülnek, hogyha ugye kibejárkálunk folyamatosan a gyerekkel, vagy a gyerek feláll. A Beni az elején, amikor elkezdtünk moziba járni, akkor mindig szeretett kiülni a lépcsőre, úgyhogy hát mi úgy tapasztaltuk, hogy nekünk, amit tényleg bevált és kényelmes volt, az a VIP mozi, nem? Hát igen, sok tekintetben nagyon-nagyon kényelmes, nagyobb terek vannak, ugye a gyerkőcöt gyakorlatilag le lehet fektetni. Igen, fel tud állni, senkit nem zavar az előtte, mögötte ülőkből. Kicsit tud mászkálni, ez nagyon fontos neki, úgyhogy sokkal kényelmesebb. Nyilvánvalóan egy drágább mozizási lehetőség, de hogyha összeszámolgatjuk, hogy abban a jegybe ellátást is kapunk egy all you can eat rendszerben. Hát és most már rendes ebédet tudunk enni, tehát igen, hogy nem csak mindenféle falatkát, hanem komplett ebédet vagy vacsorát el tudunk fogyasztani. Igen, és a mozin kívül ez egy jó családi program is lehet, akár hogy bemegyünk, a mozi előtt megkajálunk, utána elmegyünk, megnézzük a filmet. Kényelmesen, popcorn természetesen ott is adnak. És nachos, mert ugye egyébként a nachos szeretem. És nagyobb tere van a gyereknek egyszerűen a film közben. Úgyhogy mi ajánljuk mindenkinek, hogy próbáljátok ki, sokkal kényelmesebb. Na és az utolsó, a hetedik tippünk nektek az időpontválasztáshoz kapcsolódik, hogy mikor induljatok el moziba, na itt már nem az életkor, hanem hogy a vetítésnek az időpontja az, amiről beszélek. Mert hogy alvási idő az éjféli nem jó. Az éjféli mozi nem feltétlenül hogy jó, de egyébként a déli, meg a késő esti mozik azok, amiket nagyon nem javaslunk, főleg egy olyan korú gyereknek, aki még délben alszik, este pedig mondjuk már azért egy 8-9 óra környékén szintén álomra hajtja a fejét. Hát velük nyilván ebben az időszakban nem érdemes elindulni, mert ha a gyerekek fáradtak, nyűgösek, akkor már nyilván inkább ágyat kívánnak, mint filmet nézni. Mikor ültél buszon? Egyszer majdnem elaludtam buszon. Hát majdnem elaludtam a buszon, amikor mentünk úszni. Ja, mik vannak? Álmos volt. A mozi mindjárt kezdődik, mert összességében mi nagyon bátran ajánljuk nektek gyerekekkel a mozit, mert a mozi egy igazi családi élmény, nem? Szóval mozi élmény, családi élmény, egy igazi közösségi kis olyan program, amire tényleg szuper készülni, várjuk a Beni is, nagyon izgatott volt, hogy jövünk, hogy érkezünk, és már az óviban mindenkinek elmesélte, hogy ma délután moziba jövünk, és hogy mit nézünk, és úristen, de jó lesz, és hát nem mellesleg utólag is nagyon jó ezekről a
dolgokról beszélgetni, nem? Hogy így van. Mit láttunk, mi a tanulsága, mi történt. Úgyhogy mi tényleg arra búzítunk titeket, hogy irány a mozi! Hogyha tetszett a videó, akkor... Lájkoljátok, kedveljétek, iratkozzatok fel a csatornára, nyugodtan írjátok meg kommentben, hogyha szeretnétek még tippeket esetleg más témában tőlünk. Sziasztok! És a Benny lezárja. Sziasztok! 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 Jön a filmünk! Megijedtetek? Felébredtél, kisfiam!